Soros György és Wesley Clark amerikai tábornok már a 2014-es Majdan forradalom idején együtt dolgoztak Ukrajna felforgatásán. Erről ír a Mandiner a múlt héten kiszivárgott videófelvételek alapján. A portál szerint a cél az volt, hogy Ukrajnát a globális liberális érdekek szolgálatába állítsák. A Mandiner azt írja, a begyakorolt liberális forgatókönyv figyelmeztetés az Action for Democracy magyarországi céljait illetően is. A háborúpárti Clark ugyanis a magyarországi ellenzék tanácsadója volt. George Soros Soros György évi 500 millió dollárt költött a Nyílt Társadalom Alapítvány szervezeteire Kelet-Európában a 90-es években. Ez az idézet az egyik olyan videóban szerepel, amelyeken a hazai baloldalt pénzelő Action for Democracy vezetői beszélnek a szervezet és Soros György kapcsolatáról. Az idézet mondat Wesley Clark korábbi NATO főparancsnok szájából hangzik el, aki a felvételeken arról beszél, a spekuláns évtizedek óta tevékenykedik a térségben, Magyarországhoz hasonlóan Ukrajnában is. Amikor Ukrajnában dolgoztam 2014-ben, akkor ő is ott volt. A Nemzetközi Válságcsoport kuratóriumában voltam, emiatt ismerek annyi európait egyébként. Szóval Soros György pénzelte akkor is az Ukrajnai Nyílt Társadalom Alapítványt, hangzik el a volt főparancsnoktól. Soros György és Wesley Clark együtt forgatták fel Ukrajnát. A részletről ezzel a címmel számol be a Mandiner. A portál arra hívja fel a figyelmet, hogy a Soros György bőkező pénzügyi támogatását élvező szervezetek évtizedeken keresztül építkeztek Ukrajnában. A lap szerint a Wesley Clark által említett 2014-es dátum azért fontos, mert az akkori kijevi forradalomban megbuktatták Viktor Janukovics orosz barátnak mondott elnököt, annak érdekében, hogy egy új, az Egyesült Államok érdekeit szolgáló vezetés kerülhessen hatalomra. Elemzők szerint erre azért volt szükség, mert Soros György az árában az aranyhoz közelítő ukrán úgynevezett fekete földre spekulált, amelyről már 2009-ben kijelentette, hogy idézem, korunk legjobb befektetése lesz. A 2014-es kijevi forradalom után az amerikai befektetőknek sikerült is rátenniük a kezüket a világ legértékesebb termőföldjének jó részére. Ezt a folyamatot gyorsította fel az orosz-ukrán háború is, amelyről Soros György többször is kijelentette, az ukránoknak kell győzniük, ennek érdekében pedig szerinte a nyugatnak fegyverrel is támogatnia kell Kijevet. A Mandiner szerint ez a háborúpárti álláspont köszön vissza Soros György bizalmasa Wesley Clark egykori NATO főparancsnok szavaiban is, akiről Márki-Zay Péter egyik fő tanácsadójaként beszélt a kampány idején. Hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akár katonait is. A magyar baloldal akkori miniszterelnök jelöltje Soros György álláspontjához illeszkedve az ukrajnai fegyverszállításokat támogatta. A bukott politikus maga vallott arról, hogy háborúval kapcsolatos álláspontjáról Wesley Clarkkal egyeztet rendszeresen. A Mandiner most arról is ír, hogy a Soros szervezetek ukrajnai szerepvállalása figyelmeztetés az Action for Democracy magyarországi céljait illetően is. A kiszivárgott videókból derült ki ugyanis az is, hogy az Action for Democracy a háttérből valójában a magyar baloldal kampányát támogatta. A felvételeken nem más, mint a szervezetet vezető Korányi Dávid utal arra, hogy bár ezt nem reklámozták, a pénzekkel az ellenzék kezére játszottak a választások előtt. A guruló dollárok néven elhíresült botránnyal kapcsolatban titkos szolgálati vizsgálat derítette ki, hogy összesen 4 milliárd forint érkezett külföldről az ellenzéki pártokhoz az NGO-n keresztül. Az Action for Democracy vezetői a kiszivárgott felvételeken elismerik, a szervezet támogatásainak túlnyomó részét Soros György adta.